Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Ez a költségvetés nem szolgálja Magyarország polgárosodását. Ez a költségvetés az adótörvénnyel egyetembe olyan elhibázott utat folytat, amely az előző évekhez hasonlóan a jövő javait osztja el a mai felnőtteknek, a jövő gyerekei elől. Nem segíti a gazdasági haladást, nem segíti a növekedést, nem segíti a tudást, nem segíti a segítségre szorulókat. Nem segíti a kreativitás kibontakozását, nincsenek benne ösztönző mechanizmusok. Orbán Viktor kabinetjének idei elképzelései nem találkoznak Magyarország lakóinak valódi igényeivel és szükségleteivel. Ez a költségvetés a miniszterelnököt a Várba program, a stadiont minden faluba program, az orosz atomot az unokáinknak program, és a szolgamunkát mindenkinek program jegyében zajlik. Ezekben a prioritásokban benne van minden, ami a kormányt vezérli. De mindez nem segíti elő a polgárosodást. Az elmúlt fideszes években bebizonyosodott, hogy az adórendszer átalakítása nem vált be. Többletjövedelmét senki nem fordította befektetésekre, senki nem költött többet. A jobb módúaknak átcsoportosított jövedelmek nyomtalanul tűntek el. Valóban, vannak családok, melyek jól járnak a költségvetés tervezett rendelkezéseivel és az új adójogszabályokkal. De épp azok, ahol több pénzre kéne élelemre, több pénz kéne élelemre, tanulásra, érdemi munkára, támogató szolgáltatásokra, oda egyre kevesebb jut. A polgárosodás pedig azt jelenti, hogy minél többen juthatnak el a középosztály életszínvonalára. Az orbáni családpolitikai rendszer legnagyobb problémája, hogy azokat támogatja, akiknek amúgy is van. A polgárosodás gátja Orbán Viktor vezetése alatt tovább emelkednek Magyarországon. Ez a szabad Magyarország legnagyobb kudarca. Ezt a szomorú trendet az Orbán kormány nem akarja megváltoztatni. Ellenben jól jár az, aki a Fidesz közeli klientúrában találja magát. Stadion, út és várépítő vállalkozók, monopol helyzetbe hozott energia és utcalámpakereskedők, dohánykereskedők, trafikosok, kutatóintézeknek álcázott kormányzati propagandagyárak. Ők azok, akiket ez a költségvetés táplál. Az orbáni rendszer tehát nem csak a polgárosodás gátja, hanem egy mélyen erkölcstelen rendszer is. Egy jó családban, gondos szülőként nem kérdés, hogy mire fordítjuk a javainkat. Gyerekeink iskoláztatására, szüleink egészségére, otthonra, jó munkára. Egy felelősen gondolkozó politikus is iskolára, egészségvédelemre és minőségi munka előállítására költ. Az elmúlt hetek rendkívül szorványos költségvetési vitái alatt bebizonyosodott, hogy a jó szülő gondos megfontolásai teljes mértékben hiányoznak a költségvetésből. A kormány teljesen életszerűtlen és gyerekellenes iskolarendszeri beavatkozásai egy generáció lehetőségeit teszik tönkre. Nem csupán az a baj, hogy a központosítás és a forráskivonás miatt eszköztelenné tett iskolák nem tudnak megfelelő oktatást biztosítani. Most a gimnáziumok leépítésén sürgölődik a kormány. Mindenki tudja ma, hogy csak tudásból lehet megélni. Mindenki tudja, hogy a szakmát tanulóknak is stabil alaptudásra van szükségük. Mindenki tudja, hogy az érettséginek értéke, ára van a piacon. Önök azonban el akarják venni a tudásszerzés lehetőségét a gyerekektől. Egyszerűen döbbenetes felelőtlenség ez. Önök egy generációnyi gyereket készülnek magára hagyni. Ugyanez zajlik az egyetemeken is. Átszervezésekre hivatkozva folyamatos bizonytalanság van 5 éve a fiatalok között. Beszéljenek egyszer egy végzős gimnáziumi osztállyal. Nem azért nem akarnak Magyarországon maradni, ahogy Lázár miniszter mondja, mert nincsen elég magas fizetés. Azért mennek el a fiatalok Magyarországról, mert önök képtelenek egy kiszámítható és motiváló oktatási rendszert alkotni. Ki akarna részt venni az önök tudásellenes kísérleteiben? Egyetemek nélkül nincs fejlődés, nincs jövő, és nincsen polgárosodás. Nagyon sajnálom, hogy azokat a módosító javaslataimat, amelyeket a polgárosodás érdekében beadtam, önök mind leszavazták. A másik nagy kulcskérdés Magyarországon az egészség. Változtatni kell, mielőtt ránk omlik az egész rendszer.
meg kell állítani a kórházak eladósodását, ennek pedig egyszerre van szükség, ehhez egyszerre van szükség többletformásokra és strukturális reformokra, a magántőke bevonására. Ha nagyot akarnának alkotni, akkor a 20 éve halogatott egészségügyi reformnak állnának neki. Sajnálom, hogy ebbe az irányba tett módosító javaslataimat önök nem támogatták. Katasztrofális következménye lesz az önök foglalkoztatás politikájának is. Az önök világában, a közmunkaprogramban már rég nem azok vesznek részt, akiknek önök szánták, hanem diplomával rendelkező fiatalok. Ez az valójában, amit akarunk? Tényleg erre van szükség? A módosító javaslatomat az Együtt dolgozni, boldogulni című programja alapján tettem, amely a közmunkás zsákutca helyett valódi megoldásokat kínálna az embereknek. Ezeknek a lényege az álláskeresési biztosítás és a szerződésen alapuló együttműködési támogatás, amely nem csak munkahelyeket kutat fel a munkanélkülieknek, hanem olyan tudáshoz és képességekhez is segíti őket, amellyel valóban tovább tudnak lépni. Az önök javaslatai teljes mértékben ezzel ellentétes folyamatot gerjesztenek. Sajnálom, hogy leszavazták a jobbító módosító javaslataimat. Az általam javasolt 700 milliárdos átcsoportosítási csomagot nem hagyta jóvá a Fidesz többség. Iskola és tudás, kórház és egészség, képesség és munka nem ment át az önök sűrű, szövésű hálóján. Polgárosodás, polgári Magyarország akkor lesz, ha a kormány majd azokat segíti, akik az otthonról hozott hátrányukat maguktól nem tudják leküzdeni. Polgárosodás akkor lesz, ha egyre többen tanulnak. Polgárosodás akkor lesz, ha egyre többen élhetnek majd jobb életet. De ennek Orbán Viktor világában semmi esélye nincsen. Ezért ez a költségvetés teljes mértékben elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.